Ahogyan az már megszokott, a felkészülés hajrájában sorra rendezik a tornákat a röplabda csapatok is. Nyíregyházán ezen a hétvégén 4 együttes lép pályára a 1,5 millió forint összdíjazású Fátunkupa nemzetközi női tornán. A több mint fél évtizedes múltra visszatekintő rendezvény ezúttal kibővül egy 3 csapatos utánpótlás tornával, amelyet szombat délelőtt tekinthetnek meg az érdeklődők a Continental Arénában. Emellett számos más program is várja majd a szurkolókat a Röplabda Weekend elnevezésű hétvégén. Immáron 6. éve rendezzük meg ugye a nemzetközi pénzdíjas Fátum női röplabda tornát, de egy picit tovább gondoltuk, és Litvai Zoltánnal, a Fátum ügyvezetőjével gondolkodtunk, hogy hogyan lehet még nagyobb aktivitást és még nagyobb teret nyújtani a szurkolóknak, kicsiknek, nagyoknak. Régi álmunk teljesült azzal, hogy magát a felnőtt tornát egy utánpótlás kupával, egy utánpótlás mini tornával ki tudjuk egészíteni, ami szombat délelőtt és kora délután fog zajlani, majd ezt felvezetésként folytatja maga a Fátum kupa, ahogy a 2 külföldi csapat, a Lugos, a Román Lugos, illetve a KC Kamnik Szlovéniából érkezik, illetve a mindig nagyon erős Békés Csaba. Tehát mind szakmailag, mind aktivitás terén egy komplex hétvégére készülünk, ami tulajdonképpen már nem csak Fátum kupa, hanem Fátum Weekend is. Szeretnénk azt, hogyha nem csak a mérkőzésekre jönnének a tulajdonképpen is szurkolók, hanem a Magyar Röplabda Szövetség segítségével több aktivitást is meg tudunk valósítani. Lesz tekvoli asztal, lesz ugrálóvár, lesznek showelemek, kvázi mint egy bajnoki döntő vagy egy kupa döntő, úgy próbáljuk ezt az eseményt megszervezni. Tehát a jótékonykodás mellett a szakmaiságon túl én azt gondolom, hogy egy ilyen család összetartó jellege is lesz, kicsiktől a nagyokig, akár egészségügyi szűrésekig minden olyan aktivitást meg fogunk mutatni, amit megtudunk ebben a 2 napban. A nyíregyházi csapatban 9 magyar, köztük 7 hazai nevelésű játékos mellett 4 légiós lép majd pályára. A 2024-25-ös szezonban mind a bajnokságban, mind a kupában éremért szeretne harcolni az Adrián Csilinszky által irányított együttes. Az utóbbi 2-3 év az drasztikusan megrogyasztotta, finoman szólva, és nem csak Nyíregyházán, hanem úgy országos szinten is az élsportot. Én szeretnék, most nem mondom azt, hogy nulláról építkezve, de egy kicsikét hátrább lépve, és sokkal fontosabban, sokkal körültekintőbben rákészülni a szezonra, a szezonokra. Jelen pillanatban semmilyen extra elvárásom nincs, mindenképpen szeretnénk dobogós helyet természetesen elérni. A lányok is így vannak motiválva, az edzők abszolút erre vannak predesztinálva, meglátjuk, hogy mit fog hozni a szezon majd. A szervezők a rendezvény bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház javára ajánlották fel. Az intézmény az árnyékolás technika fejlesztésére fordítja az összeget. A felajánlások nem ritkák, de most itt gondolkodom, hogy a sportrendezvényhez kapcsolódóan volt-e az utóbbi időben, de volt, mert ugye az onkológiai osztályunkat támogatták a városi futással. Azért hál' Istennek akkor előfordul, és ez nagyon örvendetes tény, mert ugye itt a civil szervezetek, sportrendezvényeknél az összefogás az mindig nagyon fontos és támogató a kórház életében. A torna szombaton 16 órakor a Békés Csaba és a szlovén KC Kamnik mérkőzésével kezdődik a Continental Arénában, majd 19 órától a házigazda nyíregyháziak játszanak a román CSM Lugoj csapatával. Vasárnap 11 órától a bronzmérkőzést, 14 órától pedig a döntőt láthatják majd a szurkolók.